Már közel 3300-nál jár a nagycsaládosok autóvásárlási programjában a leasing segítségével megvásárolt autók száma, közölte a Magyar Leasing Szövetség a Karca Televízióval. A szervezet adatai szerint márciusban 438 szerződést kötöttek. A program tavaly július indulásától kezdve pedig több mint 9 milliárd forint értékű finanszírozást nyújtottak a leasing cégek a hétüléses új autókhoz. Az első három hónapban 1459 új hétüléses, maximum 2,5 millió forintos állami támogatással megvásárolható. A kocsikhoz nyújtott finanszírozás a magyar leasing cégek, a nagycsaládosok autóvásárlási programjának tavaly júliusi rajtja óta pedig összesen 3277 járműre kötöttek szerződést közölte a Leasing Szövetség a Karcaktelevízióval. Televízióval. A közlemény idézi Tóth Zoltánt, a szervezet főtitkárát, aki elmondta, hogy egy-egy szerződés esetében az átlagos finanszírozott összeg meghaladja a 2,8 millió forintot. Kedvezőnek nevezte, hogy kevés leasing kérelem nem kapott zöldjelzést a program indulása óta. A jóváhagyott igénylések aránya ugyanis továbbra is kimagaslóan nagy. A Leasing Szövetség főtitkára hangsúlyozta, hogy a nagycsaládosok autóvásárlási programja jól működik és sikeresnek mondható a leasing piac oldaláról is.